A sárköz legdélibb települése Báta, amely a Gemenci erdő, a Duna, annak holtágai és a dombok között fekszik. A területének egyharmada Európa legnagyobb ártéri erdejéhez tartozik, ahol a világ legsűrűbb fekete gólya állománya él. Nem véletlen, hogy Bátáról sokaknak a fekete gólyaház és a Szentvérkegy templom jut eszébe. Mindkettő sok turistát vonz a településre, ezért is fontosak azok a fejlesztések, amelyek itt hamarosan megvalósulnak a megyei topforrásoknak köszönhetően, és sok sokat segített Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is, mondja a település polgármestere Huszárné Lukács Rozália. 2018 évben hát elég nagy fejlesztések történnek Bátán, Egyrészt a, a, település egy nagy területét átfogó csapadékvíz rendezés, aztán a, a, majdnem mondhatni, hogy a félfalunak a szennyvizelvezetése, valamint turisztikai pályázatot, top pályázatot nyertünk, ahol két régebbi épületfelújítás felújítás van, és egy új épület építése, ami az arándók fogadó lenne a Hunyadi utcába és ezek értéke megközelítik az 1 milliárd forintot. A kormány határozat alapján elindul Bátán, ugye 2013-as év az elég húzos év volt az árvízvédekezésbe, és 75 millió forintot adott az állam az új elsőfokú árvízvédelmi töltésnek a tervezésére. Múlt pénteken volt a Megbeszélés itt Bátán a helyszínen. Tehát a csapadék visz 319 millió, a zönerőt kellett biztosítanunk 10%-ot a turisztikai pályázathoz, az a 10% önerővel együtt 134 millió, és a kivitelezés plusz a tehát a teljes projekt megvalósítása bát a településre a szennyvíznél közel 400 millió forint. Már javában tartanak a munkálatok az utcákban, a két épület felújítása is elkezdődött. Érződik, hogy a helyiek régi vágya válik ezzel valóra, hiszen rendezetté korszerűbbé válik a település. A polgármester a fejlesztésektől az ökoturizmus fellendülését reméli, aminek köszönhetően új munkahelyek jönnek majd létre. Ezen a részen az ökoturizmus szeretnénk fejleszteni, és az ökoturizmusnak lenne egy olyan fellegvára és közösségi ház, ahol a horgászat, a, a, vadászat és hát több egyesület tevékenykedhetne. És hát nagyon szép tervek készültek, ez az egyik. És ott egy ökocentrumot szeretnénk kialakítani, mellette van a, a Fekete Gólya Múzeum, tehát egy olyan értékes hely, és a zöldbe a Dunadráva Nemzeti Park területén, és hát közel a Gemenci valamint ott folyik alatta a Holduna. Az úgynevezett turisztikai szolgáltatóház és benne egy étterem a turisták fogadását, informálását szolgálja. Itt lehet majd helyi termékeket vásárolni. Ez lenne a két épület. A harmadik épület az egy teljesen új fogadó épület lenne. Udvardi György megyés püspök újraindította a kegyhelyre irányuló gyalogos zarándoklatok évszázados hagyományát, ezért is vált sürgetővé a projekt helyszínek állapotának helyrehozatala a Bátai Szentvérkegy templom homlokzatának és a templom belsejének a felújítása is. Erre fél milliárd forintos forrás nyerte a Pécsi egyház megye. Maga a pályázatnak az elnevezésében is, hogy a Szentvérkegyhely kapott kiemelt szerepet, hiszen Magyarországnak az egyetlen szent kegyhelye, és 2020-ban Magyarország ad helyet a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, tehát az egész világról várják a zarándokokat, illetve küldötteket, akik ezen a kongresszuson részt vesznek. Nyilván ebben nagyon nagy szerepe lesz a Bátai Kegyhelynek, hiszen az egyetlen eukarisztikus kongressz, egyetlen eukarisztikus kegyhely a kárpát -medet. Sümegi József üdvözli, hogy a Bátai egy templom bekerült a Tolna megyei értékek közé. A bencés apátságot még Szent László király alapította 1093-ban, amely a 14. század végén, 15. század elején vált országos hírű zarándok helyé, az itt történt eukarisztikus csodának köszönhetően. A pápák is fölismerték ennek a ö, jelentőségét. 1434-ben negyedik Jenő pápa ö, avatta búcsús helyét, tehát pápai bucsukkal látta el, búcsú látta el a, a templomot. 1450-től pedig a, a római jubileumi szentévnek a kegyelmet is el lehetett bátán nyerni. A történelem folyamán nagyon sokan zarándokoltak ide, uralkodói zarándoklatoknak is a célpontja volt. A Nagy Lajostól kezdve szinte minden magyar uralkodó megfordult itt. A középkori templom legértékesebb miserruháját, Szilágyi Erzsébet, hímezte. Hunyadi László például, Plégrendel úgy végrendelkezett, hogy Bátán mondják elérte a gyászmisét, és Mátyás király pedig többször járt Bátán. A törökök 1539-ben elpusztították a kegyhelyet, 400 éven keresztül szinte a nyoma is eltűnt a híres apátságnak. És hát 1939-ben a pusztulás 400. évfordulójára egy nagy nemzeti összefogásnak az eredményeként épül meg és készül el a Szentvér kegytemplom, amelyet hát az Azóta is Magyarország egyetlen szentvérkehelye. Most pedig teljesen felújítják a Plébánia épületet, így alkalmassá válik zarándokok fogadására, akadálymentesített szálláshelyekkel, parkolóval. A település vezetése bízik abban, hogy a közel 1 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően bát a fejlődésnek indul.